készült Hévíz maradj otthon dala is. A szerző Varga Endre városunk kulturális életéből már mindenki számára ismerős lehet, a dal pedig magáért beszél. Az alkotás egy este alatt született, az ötletet pedig a helyzet adta. Különleges az, hogy Hévízen született, illetve én keszthelyi vagyok, meg hévízi tulajdonképpen, mert ide köt minden. Hát ez az én belső énem tulajdonképpen, ez a dal, az én érzéseim, ezzel kapcsolatban talán ettől egyedi. Az ismert popsztárok is sorra készítik az ilyen jellegű dalokat, hiszen fontos ebben a helyzetben a zenével kicsit jobb kedvre deríteni az embereket. A vírus megfékezése céljából kiemelt jelentőségű az otthonmaradásra, odafigyelésre felhívni a figyelmet. Bódis Bettina kiskora óta énekel, tehetsége már általános iskolában feltűnt. A zalaegerszegi zeneiskolában magánének szakon végezte tanulmányait, később pedig profik segítségével fejlesztette magát. Szólistaként már többször énekelt városunkban. A zene az, ami a lelkünket vidámmá tudja tenni, és nagyon fontos, hogy legyen most mivel kapaszkodni, és fontos, hogy az emberek pozitívan álljanak hozzá ehhez a dologhoz, ami most történik a külvilágban, és a zene az egyik eszköz ehhez. A formáció hangmérnöke és basszusgitárosa Schmidt János elmondta, Endrének volt egy remek ötlete, és másnapra már kész is volt a dal. Az ének mellett természetesen a hangszerekre is nagy hangsúlyt fektettek. A szaxofon és a basszusgitár összhatása is meghatározta az alkotást. Aki hangszert tud kezelni, tehát játszik hangszeren, az aki is többet tud magába kifejezni, mint az az ember, aki nem. A másik része, hogy minél több hangszert ismerünk, annál többet tudunk a zenéről, és megszerkeszteni könnyebb egy arrangement megszerkeszteni, amiből a dallam alá egy zenekar kerül. És ez a arrangement történt meg egy nap alatt a Hévíz iskola stúdiójában. Hévíz maradj otthon dalához készült videóklippet nézőink is megtekinthetik magazin műsorunkban.